Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gyere Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Zöld város program a nagyobb felületek burkolásával már végeztek, és az utcabútorok felszerelése is folyamatosan zajlik. Szent Ágota családi nap, mintegy 200 nevelő szülő és gyermek vett részt a programon. Szüreti felvonulás Bonyhád Majoson, negyedik alkalommal ünnepelt a falu. Hajdina Fesztivál, rengeteg sokszínű programmal készültek a szervezők. A nagyobb felületek burkolásával már végeztek, és az utcabútorok felszerelése is folyamatosan zajlik a tereken, ahogy a játszótéri eszközök kihelyezését is elkezdték a szakemberek, hangzott el a Zöldváros program előrehaladásáról tartott sajtótájékoztatón. Már csak a kisebb részek burkolási munkálatai vannak hátra. A kivitelező szerint továbbra is az ütemterv szerint halad a Zöldváros program Szekszárdon. Látványbútorelemek is megérkeztek, ezeket már a Luther téren, illetve a Prométheusz parkba elhelyeztük. Látvány betontömbökről van szó, amik ülőpadként fognak szolgálni. Továbbá kerékpártámaszokat, illetőleg forgalomelterelő oszlopok telepítését kezdtük meg. Jövő héten már padok is érkeznek, ezeket is elkezdjük kihelyezni és telepíteni. A térkövezési munkák nagy felületeivel már végeztünk, az apróbb részek, bekötők, járdák, mint amit most a Széchenyi utcán is éppen csinálunk, ezek vannak hátra. Továbbá a Vosinszki és a Kölcsei lakótelepeken elkezdődtek a járdaépítések, itt hamarosan az aszfaltozásra is sor kerül. Kritikát hallottunk a Vosinszki lakótelepen kivágott fákról. Ott olyan fákat vágott ki a város, és ezt valóban ki kellett vágni terv szerint. A törékeny nyárfák, amik már veszélyes fáknak nyilváníthatóak, mert törékenyek voltak a fák, túlnőtték magukat. És van az a bizonyos szilvafa, ami ilyenkor potyog, ragacsos és vonza a darazsakat. Ezt nem a város ültette, ezt vagy lakók ültették valamikor, vagy magoncként keltek ki, ezeket vágták ki. Azon kívül volt 2 darab nagyméretű fa, amit ifító gajazással visszavágtak. És ez egyelőre ijesztően látszik, de ez egy szakmai munka volt, ifjító gajazásnak nevezik, és ezek a fák meg fognak eredni, tavasszal hajtani fognak. A növények telepítésére az építési munkák után kerül sor. A belvárosban 20.000 négyzetméternyi betonfelületet törtek fel a kivitelezők, amelynek helyére kevesebb, mint egy 15.000 négyzetméter burkolt felület kerül, így fél hektárral több lesz a zöldövezet. Bízunk benne, hogy most már egyértelműen körvonalazódik is látszik, hogy mi lesz ennek a vége, milyen formája lesz itt a tereknek, és természetesen, hogyha a zöld felületek beültetésre kerülnek, akkor lesz teljes a kép, és akkor lesz egy olyan fénypontja a városközpontnak, amit nagyon-nagyon szeretnénk, ha határidőre megvalósulna, és hosszú távon élvezhetnék a szekszárdiak. A program keretében 137 lombhullató facsemetét, 9049 darab cserjét, 4845 tő évelő növényt, és több mint 500 örökzöld csemetét ültetnek majd el. A terekre 184 pad és ülőke, 88 darab kerékpár támasz, és több mint 130 hulladékgyűjtő kerül, de lesznek piknikasztalok, székekkel, napelemes kandelláberek, illetve játszóterek és fitness eszközök. Rendben elindult az új alapellátási ügyeleti rendszer az október 1-én csatlakozott Heves, Tolna és Csongrád Csanád vármegyében. Egy nap alatt 388 beteget láttak el, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR vezetője. Györfi Pál beszámolt arról, hogy az első napon az orvosok, mentőtisztek és szakdolgozók a három vármegyében 22 ügyeleti telephelyen 388 betegnek nyújtottak megfelelő segítséget. A betegek zöme enyhe panaszokkal, tünetekkel jelentkezett, így az esetek többségében az ügyeleti ellátás elegendőnek bizonyult, kórházba utalásra 5%-nál volt szükség. A 1830-as hívószám mindenhol megfelelően működött, az ellátottak 26%-a 18 év alatti volt, ismertette. Györfi Pál kitért arra, hogy az új alapellátási ügyeleti rendszerhez eddig csatlakozott 12 vármegyében. 2023. február 1-je óta több mint 144.000 beteg kapott segítséget. Családi napot szervezett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Tolna vármegyei nevelőszülői hálózata. Az esemény Tolnán, az Altaripa Szabadidőparkban kapott helyet. A programon mintegy 200 nevelőszülő és a gondoskodásukban élő gyermek vett részt.
Gyerekzsivajjal telt meg a Tolnai Altaripa Szabadidőpark, ugyanis a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózata nyárbúcsúztató napot szervezett a vármegyében élő családok részére. A rendezvény egyik célja az volt, hogy a nevelő családokra kiszakadjanak a mindennapok feladataiból, és jól érezzék magukat egymás és a gondoskodásukban élő gyerekek társaságában. Évközben egyébként rendszeresen szerveznek az összetartozás élményét erősítő eseményeket is, mondja Széchenyi Sándor, területi igazgató. A mindennapok során erre kevés alkalom van, hogy ilyen nagy számban és teljes körűen megismerhessék egymást, ismerkednek, beszélgetnek, mondják el egymásnak a örömeiket, kihívásaikat, osszák meg a dolgaikat, és ugyanígy a gyermekek is, és természetesen hát egy kellemes együttlétet is szeretnénk nekik biztosítani, hiszen nagyon fontos az, hogy ez a nemes hivatás azért feladatot jelent a mindennapokban, és ez is egy olyan alkalom, hogy kicsit kapcsolódhatnak, pihenhetnek, rekreálódnak, és új jó erővel indíthatják a holnapot meg a holnap után. Tolna vármegye a nevelőszülők számát tekintve szerencsés helyzetben van, mondja a területi igazgató, azonban a rendezvény nem titkolt célja, továbbá az volt, hogy a hivatást népszerűsítse. A nevelőszülők egy része koruknál fogva egészségállapotuk miatt néhányan abba adják a tevékenységet, hivatást, és helyettük pótolni kell azt az űrt, hiszen nagyon sok gyermek vár arra, hogy családban nevelkedhessen, ezért nagyon szeretnénk, hogyha minél többen érdeklődnének a hivatás iránt, jelentkeznének, nevelőszülőnek, mai napon is várjuk azokat, akik érdeklődnek, és bárki, aki úgy gondolja, hogy segíteni szeretne gyermekeken, annak az információt megadjuk mindenféle csatornán, megtalálhatók vagyunk. Az eseményen mintegy 200 szülő és gyermek vett részt, akiknek a szervezők több programmal, például kézműves foglalkozással és ugrálóvárral is készültek. Új erőre kapott a tejipari import, az elmúlt 8 hónapban jelentős mennyiségű félkemény sajt és UHT-tej érkezett az országba. A piacon újra megjelenő olcsó külföldi tej és sajt rontja a magyar termelők helyzetét, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tejtermék Tanács. A közleményben azt írták, fontos lenne, hogy a vásárlók keressék a magyar termékeket, a hazai feldolgozók kínálatából válasszanak. Ugyancsak szükség lenne a sajtimport keretek közé szorítására, hiszen az időnként mélyen a valós előállítási költség alatti áron érkező félkemény sajtok súlyos kárt okoznak a magyar tejiparnak, jegyezték meg. Hozzátették, hogy az infláció és a korábban érvényben lévő árstop miatt megváltoztak a vásárlói preferenciák. A fogyasztói döntések középpontjában ismét a termékek ára áll, a vásárlók az olcsóbb árut keresik. A kedvezőtlen piaci helyzet miatt az elmúlt 2 évben a tejtermelő telepek 8, a tejtermelő tehén állomány 5%-a veszett el, és további állománycsökkenésre kell számítani. Immár 4. alkalommal rendezett szüreti felvonulást Majoson a Székely Hagyományőrző Egyesület. Pap Domokos, a közösség elnöke elmondta, fő céljuk az, hogy megismertessék és megszeretessék a székely hagyományokat a legfiatalabbakkal is. A jó hangulatú esemény bállal zárult. Tekintve, hogy a nyári és nyárvégi munkáknak hát már vége, pityóka, hagyma, alma, tök mind a pincébe került, és hát a szőlő is már folyékony formában van, így ezt a sok munkát egy szüreti mulatsággal kívánjuk lezárni. Immáron 4. alkalommal rendezett szüreti felvonulást Majoson a Székely Hagyományőrző Egyesület. Pap Domokos, a közösség elnöke elmondta, fő céljuk az, hogy megismertessék és megszerettessék a székely hagyományokat. Most az Iden a futballpályán lesz a rendezvény, ott lesz egy köszöntő és egy ilyen egy órás körülbelül kulturális műsornak nevezett, nyilván a hagyományokhoz hűen, néptánc, dalok, népzene, mesemondás, ilyesmi, ez körülbelül egy órás program, utána lesz egy vacsora, vendégül látjuk a népet vacsorával, galuskát főzünk, mind ez hagyománynál, vagy aki úgy ismeri töltött káposztát, a székelyek galuskának hívják. Aki lemaradt róla, bánhatja, aki viszont ott volt a majosi szüreti felvonuláson, az egész nap remekül érezhette magát, ráadásul megízlelhette, milyen is a messze földön híres töltött káposzta. Idén a nagyszámú érdeklődésre való tekintettel közel 400 adag készült belőle, ám ez az étel is tipikusan azon étkek közé tartozik, amelyből nem lehet eleget készíteni.
A hagyományőrző program sok embert vonzott a településre. Hölgyészről jövök, hölgyészi vagyok, és én szeretem, mert mindig zenéltem én is fiatal koromban, és kíváncsi voltam, hogy Majoson hogy zajlik ez az esemény. És nagyon tetszik. A kulturális műsor keretében hagyományosan néptánccal és dalcsokorral vonultak fel a hét állomásos helyszíneken, ahol a helyiek a szokásoknak megfelelően finom falatokkal várták őket. A Bonyhádi Székelykörrel jöttünk ide, és az az igazság, hogy én most nem olyan rég csatlakoztam hozzájuk. A Bonyhádi Székelykör, annyit kell tudni, hogy ők egy olyan másfél éve átalakultak, és egy teljesen új, egy kicsikét modernebb változatot vettek fel. A hagyományoktól kicsikét eltérően néptáncot is bevezettek. Mindig jó itt tehát jókedv van, tánc van, mulatság van, és ez engem mindig is vonzott. Nagyon közel áll hozzám a néphagyományápolás, és itt mindent egybevetve megtalálhatunk a Székelykörben. Az esemény hagyományosan szüreti bállal zárult, közel 300 ember részvételével. Ismét Hajdina Fesztivált rendeztek Győrén, ahol rengeteg sokszínű programmal készültek a szervezők. Az eseményen galuskával és vegyes pörkölttel vendégelték meg a falu lakosságát, ahonnan mindenki sok élménnyel térhetett haza. Hajdina Fesztivált tartottak Győrén. Eredetileg nevét a Hajdináról, vagy más néven Pohánkáról kapta, amely a keserűfélék családjába tartozó lágyszárú növény, úgynevezett ágabona. A Hajdina Fesztivált idén 11. alkalommal rendeztük meg, és talán úgy érzem, hogy minden eddiginél sokkal több színesebb programmal készültünk. Tegnap este volt egy völgység konferencia, amin a völgység népszokásai, néphagyományai volt a témakör, környékbeli polgármesterek, vállalkozók, megyei vezetők voltak jelen. A sokszínű esemény minden korosztály számára bőségesen kínált program lehetőséget. A helyszín a Györei templom, általános iskola és környéke volt, ahol egész napos családi feszt vette kezdetét. A délelőtt folyamán főzőversenyen mérethette meg magát a főzni vágyó vendégsereg. A cél pedig nem kevesebb volt, mint a legjobbnak lenni ismét. Párat felsorolok mostan. Megemlékezések, műsorok, projektek, ki mit tud, szivárvány tanoda, balatoni tábor, évközben meg számos verseny. Sorolhatnám estig, de már fárad a nyelvem. Csak annyit mondok, nem érheti szó a ház elejét. Az idén is öregbítettük iskolánk hírnevét. Az én gyerekeim is itt voltak, óvodások, iskolások. Mióta a fölvonulás van, mindig jövök, megyek velük. Most is majd készülök arra le. A fesztiválon minden évben fellép a helyi néptánccsoport, akik idén is bukovinai székelytáncokkal készültek. A táncokat mindig nagy érdeklődés övezi a település lakóinak körében is. Regionális híreink következnek. Az időskorúak életminőségét támogatná a Pécsi Polgári Oldal, komplex programmal készül a Fidesz. 10 000 fiatalt segítettek munkához, zárult az ifjúsági garancia program Baranyában. Horgász verseny a Balatonon, 150 csapat 187 órán át várja a halakat. Az időskorúak életminőségét támogatná a Pécsi Polgári Oldal, ha a jövőre az önkormányzati választásokon győzelemhez jutna. Komplex programmal készül a Fidesz, amelyről a frakcióvezető Csizmadia Péter tartott sajtótájékoztatót Pécsen. Minden gyermeknek kötelessége, hogy felnőve gondoskodjék szüleiről, akiktől minden jót kaptak ahhoz, hogy az életben kiteljesedhessenek. Ez Pécsen sincsen másként, kezdte sajtótájékoztatóját Csizmadia Péter frakcióvezető a Polgári Oldal képviseletében. Hozzátette, hogy a pécsi önkormányzat feladata a városban élő aktív korukat már hátrahagyó pécsi polgárokról megfelelően gondoskodni, és egy valóban élhető város nyújtani számukra. Ezért a mi meglátásunk szerint 4 évente egy koncert az nem elegendő, hogy kifejezzük a hálánkat az idősek felé, hanem mi egy komplex 3 pillérből álló javaslatcsomaggal készülünk a pécsiek felé, amely érinti a lakhatásukat,
érinti az egészségmegőrzési lehetőségeket, illetve az aktív időskornak a programját kínálja a pécsieknek. Mindenek előtt a lakhatás és a szociális biztonság az, ami a legfontosabb. Ezért mi azt javasoljuk, hogy az önkormányzat bővítse a szociális intézményekben a férőhelyeket azok számára, akik nem tudják a családjuk kötelékében megélni időskorjukat, és egyéb lehetőségük sincs arra, hogy magukról gondoskodjanak. Az idősek biztonságban tartása az egyik legfontosabb önkormányzati feladat, hangsúlyozta a fideszes képviselő. Hozzátette, vannak, akik kikerültek a családi hálóból, és rendelkeznek tartalékkal, amelyel egy térítéses apartmanház szolgáltatást vehetnének igénybe. Az önkormányzatnak ezt a lehetőséget szintén kötelessége lenne biztosítani, belépni ebbe a szolgáltatásba. Ezt egyelőre privát cégek, szervezetek végzik. Tudjuk, hogy ez alapvetően megtérülő szolgáltatás, így aztán, amennyiben ez sikeres, úgy akkor az előbb említett, valóban a szociális rászorultsági alapon működő szociális otthonok férőhelyének a bővítése és a színvonalának az emelése is megoldhatóvá válik. Ez a kettő együtt képes biztosítani azt, hogy a családjuk kötelékén kívülálló nyugdíjasok életkörülményektől függetlenül, de az önkormányzat intézményrendszerének a keretein belül megtalálhassák a boldogságukat és a boldogulásukat és a biztonságukat. A lakhatáson túl a legfontosabb a korai felismerése a betegségeknek, tette hozzá jobboldal önkormányzati képviselője. Itt pont az alapellátást, a járóbeteg ellátást nyújtó önkormányzatnak van kiemelt jelentősége, hangsúlyozta Csizmadia Péter. Hozzátette, hogy kimondottan az időseknek szóló felvilágosítások, ingyenes, rendszeres szűrőprogramok kellenek. A komplex program harmadik pillére a fideszes politikus elmondása szerint, hogy minden idős arra vágyik, nyugdíjas éveik aktívan, közösségben teljenek. Ezért az önkormányzatnak véleményem szerint kötelessége a saját eszközrendszerén keresztül, legyen az a városi sportcégtől kezdve, a kulturális szolgáltatótól kezdve, akár az egyéb aktív kikapcsolódást vagy szabadidős tevékenységet támogató önkormányzati cégeknek a bevonásával egy olyan program kínálat felvezetése az időseknek, amellyel az idősek a mindennapokban meg tudják élni, élményekben gazdagon, közösségen belül a mindennapjaikat. Mindez hozzájárulhatna, hogy egy boldogabb időskori társadalom lehessen Pécsen, tette hozzá Csizmadia Péter. Mintegy 10 000 fiatalt értek el az elmúlt 9 évben az ifjúsági garancia programmal. Ez az a GINOP-os támogatási forma, ahol a 18 és 25 év közötti korosztály munkába állását segítették. Hétfőn a baranyai eredményekről számoltak be Pécsen. Czorn Luca ügyvédjelöltként dolgozik Mohácson az egyik ügyvédi irodában. Az ifjúsági garancia projekt adott lehetőséget arra, hogy sikerüljön megszereznie ezt a munkalehetőséget. Amikor bekerültem ebbe a programba, én abból a szempontból kivételes helyzetben voltam, hogy az ügyvédnővel mi már kapcsolatban álltunk, és tudtuk, hogy mi együtt szeretnénk dolgozni, és mi ehhez kerestünk igazából segítséget, ami az ügyvédnőnek nyújt segítséget az anyagi terhek viselése tekintetében, és így találkoztunk az ifjúsági garancia programmal. A program más területen is segített. Az egyik állateledelgyártó cég a program segítségével keresett munkaerőt. A programnak köszönhetően 2023-ban 23 pályázatot adtunk be, ebből 16 lett pozitívan elbírálva, felvenni pedig gyakorlatilag egy ilyen 25 fős létszámot tudtunk felvenni, ugye részben támogatással, részben támogatás nélkül. A program indulásakor több ezer fiatal munkához jutását tervezték, mondja a kormányhivatal foglalkoztatási osztályának vezetője. Az ifjúsági garancia programban kb. 9 000 fő elhelyezését terveztük a projekt indulásakor 2015-ben, és azt mondhatom, hogy mint minden más indikátort ezt is bőven túl teljesítettük, tehát több mint 11 000 fő álláskeresőnek sikerült munkaerőpiaci lehetőséget nyújtanunk a 25 év alatti fiatalok számára. A programban különböző támogatások voltak elérhetőek, legnagyobb számban, mint minden más projektben a bérjellegű támogatások voltak a legnagyobb számban elérhetőek, illetve az volt a leginkább kedvelt a munkáltatók körében.
Ezen kívül képzési támogatásban viszonylag kevesebben vettek részt, vállalkozóvá válási támogatást is tudtunk nyújtani a fiatalok számára. A 18 és 25 év közötti korosztály az ifjúsági garancia program mellett például múlt évtől a személyi jövedelemadó kedvezménnyel segítenek, de az iskolai éveiket töltők sem maradnak ki a kormányzati kedvezményekből, mondja a Baranyai főispán. Ösztöndíjakkal a technikumban, valamint duális képzésben a felsőoktatásban. Minden programnak az a célja, hogy a 18-25 éves célcsoport megtalálja a helyét a világban, és ezen belül is a munkaerőpiacon. Ezt a programot folytatni fogjuk, jelen pillanatban a tervezése indult el, és 2024. január 1-ével kivővített forrással, de a meglévő elemekkel folytatni fogjuk Baranya vármegyében is ezt az ifjúsági garancia programot. A 9 évig tartó garancia program hivatalosan most zárul. Ez idő alatt mintegy 10 milliárd forintos támogatást tudtak adni a cégeknek a 18 és 25 év közötti fiataloknak, hogy munkához vagy éppen piacképes végzettséghez jussanak Baranya vármegyében. Elkezdődött a világ leghosszabb ponyfogó versenye. 150 csapat 187 órán át küzd a legjobb eredményért a Balatonon. A 11. nemzeti balatoni bojlis horgászverseny az egész országból érkeztek résztvevők. Az összetett első helyezett 2,5 millió forintot nyer, de díjazzák a 25 kg feletti fogásokat és a legnagyobb pontyot is. Reggelihez készülődik az MBT Carp Team egyik fele, amíg társaik partot érnek a motorcsónakkal. A Somogy vármegyei csapat most először indult a Nemzeti Balatoni Bojlis horgászversenyen. Az első nap az nagyon fárasztó volt, reggeltől estig pakoltunk, tábort építettünk, aztán 2 órától lehetett vízre menni. Akkor leütöttük a GPS pontok alapján a szektorszéleket, szektorhatárokat, helyet kerestünk. Fárasztó volt, a 9:45 fele kerültek be a botok. Azóta sajnos még kapásunk nem volt. Nem a legmegfelelőbb az időjárás, mondják a horgászok. A szokatlanul meleg október miatt a pontyok mélyebbre úsznak, megnehezítve ezzel a pecások dolgát. Így a gyöngyösi csapatnak sem akadt még vasárnapra értékelhető pontja horgára. Ez azonban nem szegte a kedvüket, folyamatosan figyelték a jelzést. Amíg az északi parton tükörsima víz mellett vártak a fogásra a horgászok, addig a déli parton Siófoknál elsőfokú viharjelzés mellett telt a szombat éjszaka az erős szél miatt. Az eddigi tapasztalataim alapján ez a déli oldalon ez az északi szél ez jó szokott lenni, úgyhogy nekünk ez tetszik, most már levették a viharjelzést is, tehát be is tudjuk húzni a botjainkat azokra a távokra, ahova szeretnénk. Reméljük, hogy jó lesz. A bojlik pelletek többek között magas minőségű hal, máj, vér, növényi lisztekből állnak. Vonzó illatuk, tápláló beltartalmuk, fogosságuk lényege. Főleg olyan vizeken működnek jól, ahol sok a bojlis ponyhorgász. Tojással készül, és erősen fűszeres. Tehát tényleg paprika, bors, fokhagyma, amit csak el tudsz képzelni, minthogyha egy kolbászt készítenél. 30 balatoni településen zajlik egy héten át a Nemzeti Balatoni Bojlis horgászverseny. Idén 150 csapat méri össze pontyfogó tudását a tó körül. Mint minden évben most is, sorsolás alapján dőlt el, hogy melyik csapat melyik kijelölt helyen horgászhat. A nemzeti verseny nem csak helyet kínál a horgászoknak, a szervezők a sportra is szeretnék felhívni a figyelmet. A halak védelmével, a halakkal való sportszerű bánásmóddal pedig példát szeretnénk mutatni a többi horgásznak is, és nem utolsó sorban szeretnénk bebizonyítani azt, hogy a Balaton a világ legjobb horgászvize, hogyha pontyozásról van szó, hiszen fantasztikus halakat lehet belőle fogni. A 187 órás megmérettetés szombatig tart. Az összetett első helyezett 2,5 millió forintot nyer, de ezen kívül díjazzák a 25 kg feletti fogásokat és a legnagyobb pontyot is. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Zöldváros program a nagyobb felületek burkolásával már végeztek, és az utcabútorok felszerelése is folyamatosan zajlik. Szent Ágóta családi nap, mintegy 200 nevelő szülő és gyermek vett részt a programon. Szüreti felvonulás Bonyhád Majoson 4. alkalommal ünnepelt a falu. Hajdina Fesztivál, rengeteg sokszínű programmal készültek a szervezők.
Szerdán egy gyenge hidegfront vonul át az ország felett, átmeneti erősebb felhősödések mellett kisebb lehűléssel lehet számolni. Elvétve elsősorban a Dunántúlon és északon előfordulhat kisebb eső, de számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű. Este, éjszaka már gyenge légmozgás várható. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!